Karácsonyi ünnepek közelettével minden évbe bekövetkeznek tragikus események. Az évi 7000-nél is több magyar tűzesetből 1000 káresemény legtöbbször decemberben történik. A karácsonyi újévi időszakban évente átlagosan duplájára emelkedik a lakástüzek száma. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2016-ban 7449 regisztrált lakástűz volt Magyarországon. Azért, hogy az ünnep melegen legyen az otthonunk veszte, érdemes megfontolni néhány jó tanácsot, tette hozzá Dóka Imre, a Szabolcs megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője. Mindenképpen felhívnánk a figyelmet arra, hogy akár az adventi koszorúknál, akár pedig a fenyőfákon elhelyezett gyertyákat, csillagszórókat egy percre se hagyják fel ügyelet nélkül, illetve a fényfüzérekre ugyanez a szabály vonatkozik, hiszen elektromos zárlat következtében a kiszáradó fenyőágak vagy a fenyőfa is önmaga gyúlékonnyá válik, és a lángok pedig könnyen tovább terjednek a lakásban elhelyezett berendezési tárgyakra. Egyébként az otthon jellegű létesítményekben, ez az a lakó ingatlanokban keletkezett tüzek egyötöte ilyenkor az ünnep alkalmával következik be. A lakóépületekben keletkezett tüzek tipikus keletkezési okai például a tűzhelyen felejtett zsiradék, a felügyelet nélkül hagyott gyertya, az adventi koszorú és a fenyőfa balesetek is. Ezek a tüzek megelőzhetők néhány alapvető óvintézkedés betartásával. Mindenképpen fokozott figyelemre hívnánk fel a figyelmet. Egyébként a baleseti veszélyforrás, illetve tűzesetet idézhet elő a konyhában való készülődés is. Ilyenkor ugye többször készülnek a házi asszonyok különböző ételekkel, a kigyulladó olajat viszont semmi esetre sem oltsák el mondjuk vízzel, mert ez is könnyen leforrászhatja őket, illetve a lángok jobban felcsapnak. Ilyenkor minden esetben egy fedővel fedjék le az égő olajat, illetve zárják el, vagy a villany, vagy pedig a gázsütőt. A katasztrófa védelem tanácsa, hogy amennyiben lehetséges, érdemes beszerezni egy otthoni porraloltó készüléket, ezzel ugyanis gyorsan és hatékonyan elfojthatják a lakástüzeket.